Hallottam Amerikáról, de sok jókat beszél. Boldog, akit a szerencse, jól elszakott él. De nem hozott engemet ide, senki kézen fog. Sem az bíró, sem az jegyző, sem az világ nyelve. De csak ez az átkozott pizvágy miatt jöttem én. Mikor ennyire először kijöttem, ez bizony egy vadonhaj volt. Hát én megmondom az igazat, azért jött ki, hogy itt valamit szerezzem magának, már akinek jól ment dolga, az nem jött ki ide. Annak Amerika volt otthon is. Ez az igaz. És ha ide mind olyan jött ki, vagy a sors üldözte, mint magamat is, vagy pedig szegény volt. Mert jó módon nem jött ki, akinek volt fúfolfődje, ez se jött akkor ki Veszprém megyéből Amerikába. Magyar vagyok, amerikás farinát. Söröm, viszkém, hordószámra lenthelve. Nem parancsolnék a bás, de nem áll. Ha kicsászol, akad majd dzsáb más tanyán. Sáros volt a csizmám otthon a bizony, de csúfos szó sosem élt az ajkámon. Víz és topánt hordok már itt fényesen. Káromkodok és lókunk engem nem a nyomorúság vitt reá, mert két kezem munkája után szépen meg tudtam élni családommal együtt. De gondolkodni és érezni tudó ember lévén mindig valami olyasmi érzés fogott el, hogy ha bár nem nélkülözök semmit, mégsem az az ember vagyok, akinek lennem jogom van. Így furakodott lelkembe lassan a kivándorlás vágya. Ki is vándoroltam, és megtanultam ösmerni Amerikát, a szabadság földjét. És ha bár eleinte nélkülöztem is, és mostanra sem fürdöm tejben vajban, érzem, hogy most vagyok az az ember, akinek otthon csak sejtettem, hogy jogom volna lenni, tudnék független, szabad ember. És mindenre Amerika tanított meg. Mit láttam a polgári életben? Különösen a hivatali rendszerben? Ugyanazt, mint katonáiknál. Mit csinál egy városi, megyei vagy állami hivatalnok, akik a népnek szolga kellenének, hogy legyenek, hiszen az fizeti őket a keserves adóból?
Ahelyett, hogy előzékeny, szívélyes volna, pöffeszkedő és goromba, persze szinte csak lefelé, mert felfelé a porba vágja magát, mint a Mohamedán Allahja előtt. Ellenben mit látunk Amerikában? Azt, hogy Mr. Roosevelt az államfeje éppen olyan egyszerű és hasznos polgárának érzi magát, mint az a BB-jét karján hordozott John Smith, vagy John Szabó, aki csak a keze munkájával válik hasznára az államnak. A hivatalokban a legnagyobb előzékenység és egyszerűség. Bátran beállíthatod egy angolul szót sem értő hazafi, nem rúgják ki, nem förmednek rá, nem szidják össze őt, mint szeretett hazájában, hanem iparkodnak minden úton módon megérteni őt, és szívesen útba igazítják, legfeljebb az együgyűségen mosolyognak egy kicsit. Ezek a fent említett dolgok voltak az én kivándorlásom okai. És mindezek a dolgok a többi magyarországi bajoknak, mint egy kútforrásainak tekinthetők. Éljen egy független, demokratikus Magyarország. Chicago, Illinois, John Szabó. Az 1880-as évekig az első helyen a német bevándorlók álltak. A brit szigetekről érkező bevándorlók számarányukat tekintve a második helyre kerültek. Az írek még mindig majdnem tömegesen vándoroltak ki Amerikába. Szétszóródtak a kontinensen, és benépesítették az országot. Csiszolt kráglék, kemény kalaboronylánc, letyög rajtam, mikor vadul megy a tánc. Orientásomtól a báré is mozog, három tucat lófert, mikor kedves szüleim, tudatom magokat afelől, hogy igen jó egészségem, melyhez hasonlót kívánok magoknak is a jó Istentől. Tudatom magokat afelől, hogy a pénzt megkaptam, amelynek nagyon megörültem, hogy megnyugodtak, hogy Amerikába menjek. Tudom, hogy fáj, hogy elszöktem, de ennek így kellett lenni, vagy meghalni, de még ifjú vagyok, egy kissé van akaratom az élethez, de ha még egy pár napig nem érkezik pénz, én ugyan nem néztem volna ifjúságomat, elköltöztem volna az élők sorából. Tudom jól, hogy édesapámnak fáj ez a legjobban, de nekem is fáj, azért nem lett volna muszáj kijönni, és mégis elindultam. De nem azért, hogy én nagy vagyon után vágyottam, hanem, ha nem én jövök, akkor a Gábor jön. De igen, jobb is ez így, hogy én jöttem el, nem ő. Bocsássanak meg mindnyájan, akik ellen vétettem valaha, nincs oly szó, melyen szívem fájdalmát akarnám leírni. És bocsássanak meg mindnyájan, akik ellen vétettem valaha, hiszen nem tudom visszatérek valaha közéjek,
Nem tudom, láthatom valaha azokat, akik felneveltek, akiknek szárnyai alatt voltam eddig. De most már könnyeim nem tudom visszafojdani, hiszen az én szívem sem éppen kőből van, és azon fáj, de nagyon fáj, mit írjak egyebet, hiszen mártán sokat is írtam már. ...1913-ig körülbelül 1.200.000-en vándoroltak ki Magyarországról Amerikába. Köztük 500.000 magyar, akiknek többsége eredeti szándéka szerint csupán átmeneti időre érkezett. Soha nem látott számban lépték át az ígéret földjének küszöbét ezek az új népek. Köztük a magyarok. Becslések szerint 1913-ig bezárólag összesen 9.000.000 ember. Az 1898 és az első világháború közötti időszakban pedig az új bevándorlók összlétszáma már csaknem 3,5-szerese a régieknek. Minthogy azonban Amerika nyugati határa ekkor már lezárult, s nem volt több elfoglalni való föld, az új bevándorlók már többnyire nem kisvárosokban vagy falusi vidékeken telepedtek meg, hanem mivel maguk is ki akarták használni a polgárháború után fellendülő ipari termelés által teremtett prosperitást, jobbára bányatelepekre és nagyvárosokba özönlöttek. Írtam az apámnak, hogy apám, ne várjék engemet. Én itt maradok Amerikába. Írtam a feleségemnek másik levelet, hogy csak már jártam arra oda hozzá. Ha fél akar menni, hát szedje össze, amilyen van, aztán hát gyöjjék, azt megespítjük. Meg is tette. Írt nekem, hogy nem szeretnék kijönni Amerikába. Gondoltam, mit fogok ott éhezni jobbra-balra, hát gondoltam, hogy kijövök. Mindjárt félhez mentem, 3 hét múlva, csak férjemet ismertem, a hazából a... egy faluból valósukoltunk. És mi leveleztünk van 8 hónapig. Én Amerikában zsonhol megtanultam magad, hogy akik itt vannak, előttem jöttek nem is tudom 10 évvel is. Egy sem beszélünk mindig. Megvan az a rendelet, mely a magyar kivándorlókat Fiumén keresztül utaztatja Amerikába. Minden község el volt árasztva a különféle nyelveken kiadott hirdetésekkel, hogy Fiumén keresztül lehet csak utazni Amerikába, mert ez az egyedüli útvonal, mely a magyar kivándorlók utazási érdekeit képviselni hivatva van. Hogy mennyire vált be az, azt csak azt tudja, aki Fiumében váltott hajójegyet Amerikában. Míg a kihajózási társulat nem volt, addig a magyar nép, habár otthon nagy árban is megszerezte az útlevelet, utazott, amerre akart. A hajójegy különféle árakban adatott el, és jóval drágábban, mint a Brémából induló hajókon van meg. Az utas, ki kisebb áru hajójegyre volt elkészülve, mély nehéz érzéssel volt eltelve, midőn a többletet fizetnie kellett Fiuméban. Éppen azt a pénzösszeget vették el tőle az Adria hivatalában, melyet neki, szegény magyarnak New Yorkban a partra szálláskor előmutatni kellett volna, ez eredményezte azt, hogy sokat e pénz hiánya miatt visszahajóztattak. Az ügynökök az előlegeket otthon felszedték, a kivándorló azon reményben jött Fiuméba, hogy utazhatik, s mély nagy lett csalódása, amikor megtudta, hogy a hajó megtelt. Várj most, szegény magyar, 2-3 hétig, még indulhatsz, vagy térj haza az előleg otthagyásával. Sokan,
hogy a hajóra biztosabban vétessenek fel, hazulról orvosi bizonylatot hoztak, hogy egészségesek. Itt mit sem használt? Az angol orvostól függ. Hajóra szállhat-e, vagy nem? Kimondhatatlan fájdalmas érzés fogta az ember lelkét, midőn látta, hány ember anya gyermekeivel lett visszautasítva, hogy nem utazhatik, mert a hajó megtelt, az orvos nem vette fel, sírva tértek vissza, elköltve utolsó fillérüket. Fiatal voltam, még csak 16 éves voltam. Hát apám akarta, hogy járjak iskolába. Én meg kazánkovács akartam lenni. Akarták, hogy pap legyek. Én csak kazánkovács akartam lenni. Mert nagyapám is egyik az volt, és én az akartam lenni. És azért kijöttem Amerikába, hogy én azt megtanuljam itt Amerikában. Hát addig mentem, hogy apám utoljára belenyugodott, hogy kijöjjek, és le kellett neki tenni 2000 korona kációt, hogy 21 éves koromra hazamegyek katonaság idejére. Akkor kimentem Moynihan Springsre, Ohio-ba, Plumran, Ohio-ba. Határszéli rendőrkapitány úr. Bizalmasan értesültem, hogy Tapolylippó községből Vaskó György, Marcin András és Kokinda Pipacs György folyó hó 23-án Zbóron keresztül Amerikába megy, két utóbbinak útlevele nincsen. Kérem becses intézkedését. Bártfa 1906. február 22. A felső vízközi kirendeltség vezetője. Éves voltam, nekem ki kellett az iskolában maradni, mert kellett nekem szántani meg. Azt mondja nekem az én mamám, fiam, én veszek neked két tehenet, azt mondja, azon fogunk dolgozni, a ló nem kell, azt mondja, sokat eszik. Vett is két tehenet, vett nekem a nekét, be kellett rakasztani, és nem kellett csak a másik végén a fejüdnek kifordítani, megfordulni. Hát aztán, mikor már voltam, hogy 15 éves, azt mondja nekem, fiam, eredj Amerikába. Mit tudtam én, mi Amerika? Nem tudtam én. Jöttek a faluból, jöttünk, vagy heten. Hát aztán mamám elemet adott nekem 150 forint, azt hiszem, hogy itt hogy volt, vagy pengé, azt sem tudom, hogy mi volt akkor. Ahol kijöttem, Amerikába. Hát az bizony, fiúmével jöttünk hajóra, Pannonia hajóra. Jöttem én Amerikába, hogy hol megyek? Nem felfogásom sem volt, hogy hol megyek. Már mikor itt voltunk már majdnem New Yorkban, akkor kezdtem én gondolkozni. Ugyan, oda megyek-e, ahol ezek mennek? Nem máshol megyek-e? Hát azt egyik a másik után kutattunk, hogy a címjét, hát oda, ide jött. Ide jöttünk hárman tényleg, és itt is maradtam. Én különösen itt maradtam. Örök, nem is jöntem se akkor. Tokai járás. Ezen járásból vándorolnak ki azok, kiknek van egy kis házuk, és még ehhez még talán egy-két hold földjük. Mivel ezek már oly nagy mérvben vannak megterhelve adóval, s egyéb közszolgálmányokkal, hogy nem képesek megélni, közterheiket elviselni. Ha valaki itt, ezen járásban 40-50 fillér földadót fizet, s van még egy kis háza is, annak adója és egyéb járulékai megütik évente a 24 koronát. Ez már nem képes egy-két hold földje mellett elviselni közterheit. Nem képes megélni, elkeseredik, túlált mindenén, s megy ki Amerikába, mivel hallja és tudja, hogy a tótság mi rengeteg pénzt szerez Amerikában, hogy boldogul, hogy gyarapszik anyagilag, mi jólétben van. De emelkedik a kivándorlás már azért is, mivel a kivándorlási törvény s a létesített kivándorlási iroda valósággal csábítja a népet a kivándorlásra, kormányrendeletekre való hivatkozással. Ezen kivándorlási iroda közegei jutalmat ígérnek, jegyzőknek, hogy mentől többeket szállítsanak ki közvetítésükkel Fiume felé, s ha ez így fog tovább tartani, ma-holnap mindenkit kitelepítenek.
mikor kezdtem a kuferem pakolni. Édesanyám akkor kezdett siratni. Édesanyám, ne sírass, köszönöm a nevelés. Lehajoltam, megcsókoltam a kezét. Édesanyám, ne sírass, köszönöm a nevelést. Lehajoltam, megcsókoltam a kezét. Ha elindult, az a gőzös, hogy menjen. Én utánam senkinek eseregjen. Aki pedig ihaja, én utánam kesereg, az áldja meg, aki engem teremtett. Aki pedig ihaja, én utánam kesereg, az áldja meg, aki engem teremtett. A társaság hivatalos neve, melynek hajóján utaztunk, Cunard Line Steamship Company volt. Ez a név a magyar fülnek kissé idegenszerűen hangzik. Nem csoda, ha a kivándorló magyarok 24 óra alatt átkeresztelték, és Gunnar Lina lett belőle. A hajó 2000 fedélközi kivándorló szállítására volt berendezve, ami úgy értendő, hogy ennél több nem fért el rajta. Éppen ezért tartozott a társaság legjövedelmezőbb hajói közé. A kivándorlók álltak a fedélzeten és bámultak. Szokatlan volt a környezet, az idegen tisztek és matrózok, akik felsőbbségük tudatában a kivándorlókra ügyet sem vetve mozogtak közöttük. Egész sereg mozgó boltos tömegelt a rakparton. Madzagon kosarak lógtak le a hajó oldaláról, abban vontattak fel narancsot, pálinkát, kártyát, néha valamelyik kosár tartalma kifordult és belehullott a kikötő piszkos vizébe. Egy lámpa alatt megállt egy fiatalember. A kalapja fel volt virágozva, mint sorozáskor szokás. Visszakiáltott a mólóra. Isten veled, haza! Nem jövök többet haza! Annyit tudta meg, hogy Tótnak hívják, és Zemplénbe való. Előkerült két cigány, egyik cimbalmos, másik kontrás, és mielatt a nagy mólót lassan megkerültük, öten-hatan, de csak férfiak, nagy kör közepén, kúrjongatva, táncra perdültek. Az emberek azon részében, akik a hajóra szállás napján ebédet nem kaptak, de annál többet ittak, működött még a bor, meg a pálinka. Ordítoztak, rikoltoztak. A publikum józanabb része szótlanul, megjegyzés nélkül húzódott félre. Fent az emeleti folyosón, meg a parancsnoki hídon összegyűltek a hajó tisztjei, és nézték a mulatságot. Nevettek. Elégszer láthatták ugyanezt a jelenetet más kiadásban. Csak 1909-ben az osztrák-magyar monarchiából 170 ezeren vándoroltak ki Amerikába. Köztük 28 ezer magyar. A többségük földműves volt. Születtem Veszprém megyébe Dudoron, 1885. március 30-án. Még álló gyerek voltam, szegény anyám. Meghalt megye, 4 éves voltam. Kijöttem Amerikába 1909. március 16-án. Itt voltam megyébe. Itt dolgoztam Franklinben, a New Jersey Companyának, Zsiglofóra.
volt 2000 forintom, 2200 forintom, és akkor aztán hazamentem, hát az apósom rézeges volt. Na jó, apám meg azt mondta meg a bátyáim, hogy ne fizessem én ki az 1800 forint adósságot, hanem irat rám valamit az apósom. Én meg azt mondta, nem irat. Szóval azt mondta, hogy ha nem fizetem az adósságot, akkor takarodjuk a házát. Eljöttem Amerikába vissza, de úgyhogy szökve. Hát nem sok fizetés volt, 45 volt egy órára, de 12 órakor dolgoztam. Kerestem azért, de minden napot ki kellett dolgozni, nem volt se vasárnap, se karácsony, semmi a világon. Hát akkor aztán 1929-ben kibírtam újra a feleségemnél. Akkor aztán elkezdtem dolgozni, éjjel-nappal overtime-ozni meg a formámit 1939-ben, mire hogy az volt az utolsó fölvonás, mely küldtem 800 dollárt, meg nekük is volt pénzük, mert akkor már jól ment, vettem innen Amerikából 38 katasztrális holdföldet. Én azért elküldtem haza 8700 dollárt 1939. október. Én nekem az a legnagyobb fájdalmam, hogy ez mind elveszett. Kommunisták elvették. Kommunisták elvették. ...1903-tól a magyar parlamenti vitákban sok pró és kontra érv hangzott el a tömeges amerikai kivándorlással kapcsolatban. A hazafiasság, a magyarság csökkenése, a gazdasági érdekek és az agrárkérdések. Sokkal súlyosabb természetű és szinte gyógyíthatatlan az a baj, melyet az ipari munkások kivándorlásával észlelünk. A korszellem métejező hatása, az anyagiság szertelen vágya, a földségázott igények, a mesterségesen szított elégedetlenség, az állandósított munkabérmozgalmak, a hazafogalmának üres szóvá semmisítése, a hazafiságnak és a hazafias érzésnek, a nemzeti tradíciónak, a nemzet történelmének büntetlen kigúnyolása egyként közrehatottak és hatnak arra, hogy a lelki egyensúlyát vesztett ipari munkás közönössé vált minden iránt, aminélkül élni nem tudunk és nem akarunk. El kell vinni a hazáját elhagyni készülő munkást azon oltárhoz, ahol megnyugtatóan száll szívbe az ének. Itt élned, halnod kell. Én hiszem, hogy ha az igen tisztelt belügyminiszter úr szíves figyelmére fogja méltatni az általam is tanácsolt módot az amerikai magyaroknak szomorúsággal teljes életének és megpróbáltatásainak ismertetését, ebben is találunk egy orvosságot, amely ható lesz arra nézve, hogy a kivándorlás minél inkább csökkenjen. Nyomban lehajtottak bennünket a hálóhelyiségekbe, hogy elfoglaljuk a helyünket. A bűzös, sötét hálótermek a komor novemberi napon még barátságtalanabbnak tűntek. A férfiak nem törődtek vele. Mindenki elhelyezte a cókmókját és sietett vissza a szabad levegőre. Csak az maradt lent, aki nagyon féltette a holmiát, vagy attól tartott, hogy nem tud a helyére visszatalálni az ágyak rengetegében. Az asszonyok nagyobbik része azonban lent maradt. Lekuporodtak az ágyakra, és szótlanul bámultak maguk elé. A hajólistán 1279 fedélközi utas, vagyis kivándorló szerepelt. Ezek az egyszerű emberek nagyon furcsán ítélték meg a Cunard lány szerepét a kivándorló szállításban. Magyarán megmondva, Panama szagot gyanítottak mögötte.
a Gunnar Lina hajóit állami hajóknak hívták, és azt mondták, hogy a jegyzők azért kényszerítik Fiume felé az utasokat, mert hasznuk van belőle. Sehogy se fért a begyükbe, hogy miért kell nekik 20 napig is utazni az állami hajón, amikor Hamburgon vagy Brémán át, a vasutat is beleszámítva, legrosszabb esetben is 9-10 nap alatt elérhetik Amerikát. Jaj, de nagyon rossz útunk volt a tengeren. Benegyen meg valami marra szállító. Többet jöttünk a vízbe, mint a víz fölött. Három nap voltam a fedélzeten, ami a többit az ágyat nyomtam mindig. A hálóhelységekben uralkodó bűzt csak elképzelni lehet, de leírni nem. Az elhelyezkedés nagyjából nemzetiségek szerint történt. Legtöbben magyarok, legerősebben képviselve a nagy hálóteremben a Felső-Tiszamenti megyék, Szatmár, Zemplén, Szabolcs, Borsod és Heves. Kisebb teremben felvidéki tótok, külön az oláhok és a svábok. Az asszonyok osztálya kisebb, csendesebb, de zsúfoltabb volt, mint a férfiaké. A javaslathoz csatolt indoklásból világosan látható, hogy a legtöbben felvidéki honfitársaink közül hagyják el hazájukat. Nem csak azért, mert ezen vidéknek földje aránylag a legszegényebb. Nem csak azért, mert a felvidéken aránylag a legkevesebb gyár van, amelyben az a nép a téli időben mindennapi kenyerét megszerezhetné, hanem főleg azért, mert megunja a közigazgatási tisztviselőnek zsarnoki, hogy ne mondjam, basáskodó bánásmódját. A kivándorlás fő okát, a kerületen példája alapján, amely kerületben oly községek vannak, mint aminő például Egbel község, amelynek 4000 lakosa közül 1200 időzik Amerikában, abban találom, hogy közigazgatási tisztviselők zaklatják ezt a szegény népet, a trágyalé miatt. Bocsánatot kérek a kifejezésért, de így van. Beidézik őket, és 2-10 forintnyi bírsággal róják meg azt a szegény embert. Ahelyett, hogy az a tisztviselő jó akarattal kitanítaná őt arra, hogy milyen nagy érték fekszik az ő gazdaságára nézve a trágyalében, inkább megbüntetik. Talán felesleges mondanom, hogy nem a levegőváltozás kedvéért jöttem Amerikába. Én, mint falusi asszony mondhatom azt, hogy az egyszerű falusi népet nem vonza a dollárok hazája. Ó, nem. A falu egyszerű gyermeke előbb megmozgat mindent, amivel netán még megmenthetné a kicsike házát, stb. Még egyszer elmegy az urakhoz a városba, az adóhivatalba, kér, könyörög, hogy legyenek türelemmel a tekintetes urak. Nincs lélek az urakban. Szedd össze a ruhámat, anyjok. Tudtam, fakadt sírva az asszony, hogy ez lesz a vége. Sír az asszony és a gyermekek. A férj nem sír.
nem fél többi Amerikától, sőt vágyik oda szíve egész melegével. Egy hét múlva ellicitálták a házát, bútort, mindent. 6 hét múlva jött a férjtől a pénz. Később jött egy kép is. Nézi-nézi az asszony, fut hozzám. Igazán az ő ura ez. Meg is kérdezte tőle levélben. Ke az Istók? Hiszen ke valóságos úr. Az orcája is ollangömbölű, mintha minden nap hússal élne és sört inna rá. Ma már ki van félig nyitva a hazai falus népszeme is. És itt Amerikában nem csak kinyílik, de fel is ragyog egészen fényében, ha összehasonlítja az itteni viszonyokat a hazaival. Mert itt igenis kerül húsra és sörre bőven. És itt nem reggel 3 órától, este 9 óráig dolgoznak, meg botos ispán sincsen. Itt az úr úgy dolgozik, mint a munkás. Itt van egyenlőség, és nem éreztetik a munkással, hogy te csak egy közönséges napszámos vagy. Ismétlem, a rang egy az úr és a munkás között. Továbbá tudjuk, miért jön Amerikába a gyilkos és sikkasztó. Szóval itt mindenkinek igen jó. De ha fáj nekik odaállt a távozásunk, ne terheljék rogyásig mindenféle adóval. Iparunkat és kereskedelmünket pártolják, de külföldre hordják a pénzünket. Mindezek hiányában találom én a kivándorlásokat. Wilkes Barre, Pennsylvania, Jós Lajosné. Évről évre emelkedtek a közterhek. S mivel az itteni nép szapora, s feldarabolták a telkeket úgy, hogy csak vékony kis földszalagok képződtek, melyeket csak bogárhátra lehetett szántani pár barázdával, ezen feldarabolt ingatlanok már nem adták meg a megélhetésre a módot, s nem voltak képesek a közterhet viselni. S mikor véginség, pusztulás fenyegette már a népet, egyesek pénzét éve miök volt, kimentek Amerikába, s mivel ezek sok pénzt küldtek és hoztak haza, egyszerre megváltoztak itt a viszonyok. Legelső sorban kifizették adóhátralékaikat, azon telekrészeket pedig, melyek részint adóba, részint magánhitelezők által eláveresztettek, vagy tulajdonosai által potomárban elzálogosítattak, 10-szeres, 20-szoros vételárban visszavásárolták úgy, hogy most már alig van parasztelek más kezén, mint a kisgazda kezén. Azóta mindenkinek van saját igavonó és haszonmarhája nagy számban. Okszerűbb gazdálkodást folytatnak, az uzsorások elvesztették a talajt lábaik alól. A ronda kis házakat egyre bontogatják le, építenek nyakrafőkre csinos kő- és téglaházakat zsindellyel, de már cseréppel is fedve, nyitható nagy ablakokkal, ami fontos a közegészségre. Több gondot fordítanak öltözetükre, táplálkozásukra. Általánosságban emelkedett a jólét, a megelégedés. Ha pedig ismét kezd ingadozni a kisgazda vagyoni helyzete, ismét kimegy pár évre, vagy kiküldi egyik-másik családtagját, s továbbra is fenntartja magát, családját és gazdaságát. Június 1. Abolytorna megyébe alsóvadászom. De még én nem voltam 10 éves, édesanyám jött ide ki Amerikába, és a nagynéném Szikszón az otthon alsóvadászhoz közel, még egy órajárás sincs,
Hát ott hagyott engemet. Hát engemet a nagynénim nevelt, aztán szikszon, de megmondom úgy, ahogy áll a dolog. Hiába ott hagyott engemet, édesanyám, nem voltam még 10 éves. Lefektem be felkültőmbe, mindig azon kértem a jó Istent, ha még én egyszer megláthatnám az én anyámat. Hótig imádkoznék. Nem láttam még máról hónapra. Majd 8 év múlva. Mert ők együtt 91-ben januárban, én meg 98-ban novemberben láttam meg. Majd 8 év múlva. Édesanyám kihozatott. 17 éves múltam júniusban, ahogy elindultam oda hazúrul, október 22-én. Én igen hamar ide értem, mert egy az az útba is sehol nem vártam, a hajó megint, annak a hajónak át kellett 7 nap gyűni, de igen nagy zivatar volt. Hát kikötött velünk a hajó november 2-án, de nem eresztettek ki, csak november 3-án. New York mellett, akkor a Kesengárdába azt másnap elvittek, este 7 órakor indult a trén velünk Youngstown, Ohio-ba, és 4-én értem Youngstown, Ohio-ba, mert a nagynéném ott volt, 2 nagynéném, édesanyám persze itt volt Pittsburghba, ő csak azután jött, azt oda értem. Kiabálták, akik akkor jöttek az országból. Kiabáltak utánunk, hogy Grinor, Grinor! Kigúnyoltak. Elmentem szolgálni. Hiába beszélni nem tudtam. Én nekem mindjárt adtak 2 forint, $2.50 egy hétre, mert dolgozni igen tudtam, mert tetszik tudni, otthon uraknál voltam. Még azt mondta az asszonyom, hogy én nem jól dolgozok. Igen. Mert ahogy én dolgozok, úgy nem kell nagy takarítást csinálni. Én még úgy nem tudtam, hogy hol látta, hol hallottam, mert odahaza azt mondták uraknál, nem azt kérdik, hogy meddig csináltad, hanem hogy ki csinálta. Vagy megcsinálni jól, vagy pedig ne nyúj hozzá. Hát én mai napig azután megyek. Az első férjem kiszökött a katonaság elől, mikor megkapta a behívót, kiszökött utánam, mert ösmert oda hazugrul. Fiatal voltam, ő is fiatal volt, de azt mondta, hogy mondtam, hogy ráérjünk még összekerülni. Miért lett ő földönfutó, ha nem akarok a felesége lenni? Nem minden lányal történik meg, ami velem történt meg. Tessék meghinni. Hiába nem voltam se derék, se semmi. Csak az volt a legnagyobb baj, hogy megesküdtünk 1900-ban, április 22-én, a Jóisten elszólította 910-ben, június 28-án, annyit éltünk együtt. Eltemettem 4 gyermekemet, 2 uramat, az anyámat, 7-et temettem már. És 2 fiam nem is természetes halállal halt meg. Egyet a Majnás Prézen, mert az a második uram elvitt a Majnás Prézre, megölte a vagony 18 éves múlt. November 29-én, március 5-én megölte a vagony. A másik szegény nyugodjon. Megházasodott 21 éves korában, mert a mostoha apa olyan volt, hogy olyat ne adjon a jó Isten többet. Hát megházasodott, azt meg az apósa lefogta, a sógra belelőtt, mert volt az apósaiknak fan, aztán serif széretették, nem tudtak mit csinálni, az én fiamnak volt $4000 biztosítása, hát neki kellett meghalni, hogy a farmot megmentsék.
Az olajos sárga piszkos vizen szinte vágtatva nyargalt felénk egy kicsiny hófehér hajó. A révkalauzt, a postát és a bevándorlási hivatal bizottságát hozta magával. A kis hajó előtt az Ultónia megállt. Leeresztette kötélhágcsóját, és néhány ember feljött a fedélzetre. Az egyik rögtön a parancsnoki hídra ment. Két egyenruhás orvos pedig körbejárta a hajó összes helységeit. Ha valami ragályt állapítanának meg, vesztegzár alá kerülünk. Szerencsére nem volt semmi baj. Átestünk a szemvizsgálaton is. Eddig a negyedik volt, de még nem az utolsó. És az Ultónia lassan ismét megindult a New York-i kikötő felé. A Torontál megyei, bugárosi illetőségű 26 éves Frank Borbála és az ugyanoda illetékes hasonlókorú Wiesinger Éva a Nordem hajóval érkeztek ide. Megérkezésük alkalmával azt mondták be Ellis Islandon, hogy Frank Borbála fivéréhez, Frank Józsefhez kívánnak utazni Philadelphiába, ki ott az American Street 1537 szám alatt lakik. Mindketten már azelőtt is 4 éven át voltak az Egyesült Államokban, és megtörtént velük, hogy épp azonokból, amelyből máskülönben lányok ide kivándorolni szoktak, ők ugyanazon okból visszavándoroltak az óhazába. Ugyanis áldott állapotba jutott mindkettő, mégpedig mindegyikük különböző házas férfiaktól. Gyermekeik megszületése után ismét felkerekedtek, és útnak indultak Amerika felé. Feltűnő magaviseletük gyanússá tette őket a bevándorlási hatóság előtt. Utána jártak, és a vizsgálóbíróságnak sikerült valódi tényeket rájuk bizonyítani, és a mai napon megtartott tárgyaláson kizárásban és deportálásban marasztalták őket. Ez a gárdámok? Nem soká után kilőttek, onnan megfrejtázták, hogy álltam ott, az elég kitörett. Igaz, igaz. Igen. Minket elvittek a nézébe, szeksinekbe, uh-huh. És minket bepetróztak abba az idébe. Igen. Igen. A bevándorlás korlátozási liga meggyőződése volt, hogy az új bevándorlás által támasztott veszélyek miatt a faji kérdéseket elébe kell helyezni mindenféle gazdasági problémának. 1906-ban eképp kongatta a vészharangot. Szláv, olasz és zsidó, kit nem riaszt a gond, hogy képes-e fenntartani számtalan gyermeke életszínvonalát, mindinkább helyébe nyomul a tiszta fajú amerikainak. Noha hajlandó volt elismerni, hogy a befolyás révén némely értékes új tulajdonságra is szert tehet az angol száz fajta, például a számos magyar révén kifejlődhet a zene szépsége iránti érzék, mely nemesítőleg hat a lélekre, célja mégis az volt, hogy harcba hívja az amerikaiakat, szálljanak szembe a fajszennyezéssel. Ellis Islanden minden egyes kivándorlót hosszasan és részletesen vizsgálnak meg az orvosok. Bolond, hülye, eszelős, süket, süketnéma, vak, fertőző beteg, elgyengült vagy 60 éven felüli embereknek egyáltalán tiltják az amerikai törvények a partra szállást. Aki tehát ezekben a hibákban vagy tulajdonságokban szenved, az ne is kísérelje meg a kivándorlást, mert Ellis Islanden az orvosok elől az efféle hibákat lehetetlen eltitkolnia. Újabb időkben az orvosok szigorúan megvizsgálják a tüdő és szívműködést is, és igen sok embert utasítanak vissza szívbaj és tüdővész miatt. A szemek megvizsgálására különös súlyt helyeznek az egyiptomi szembetegség, a trahoma miatt, és aki ebben a betegségben szenved, azt rögtön visszatoloncolásra ítélik, anélkül, hogy gyógyítanák. A betegségen kívül
Különösen két okból zárnak ki sok kivándorlót. Szegénység és előre elszegődöttség miatt. A legszigorúbban a szegődött munkással járnak el. A törvény egyenesen tiltja, hogy valaki Európában szerződtesse munkást és azt kihozattassa. Amerikai felfogás szerint az amerikai munkások elnyomására, bérük erőszakos leszállítására vezetne az, ha megengedtetnék az amerikai vállalkozóknak Európából szegődtetni munkásokat. Mikor kikötöttünk New Yorkba, ott a Kaszengárdába, és egy éjszaka ott feküdtünk a padlón. Akinek podgyásza volt, ráfeküdt a podgyászára, de nekem nem volt podgyászom. A Vida az unokatestvérem volt, első unokatestvérem. Ő neki a hátára rá volt írva, hogy őtet viszik vissza Magyarországra. Krétával, fehér krétával a hátára volt írva, hogy ő neki a szeme nem jó. És vissza akarták vinni őtet. Mondom, te Jancsi, mondom, mi van a hátodra írva? Hadd olvassam el. Hogy te mész vissza, téged vissza fognak küldeni. Mindjárt ráköptem a zsebkendőmre, és letűrültem a hátáról azt a kréta írást. Nem volt már rajta semmi, és gyűjtek vizsgálni. Ő is beült a kis hajóba, vittek bennünket az állomásra. Láttam ma megint jönni őket. Az Ellis Islandi kis parton állottam, és úgy néztem a közeledő apró hajót. Magyarul, angolul, németül, meg az Isten tudja miféle nyelveken kiabálnak egyszerre feléjük, hogy egyenként libasorban vonuljanak föl a vizsgálóterembe. És az egyszerű emberek, akik soha szántóföldnél, kisfalvaknál egyebet nem láttak, megrémülve, reszketve erednek útnak. Ilyetten engedik lögdösni magukat, az asszonyok sietve intik rendre gyermekeiket, míg aki már volt Amerikában, nevetve, otthonos büszkeséggel köszönti angol szóval a kivándorlási hivatalnokokat. Megriadva, meghunyászkodva, zavartan, idegenül tántorog előre itt a magyar paraszt, akit barna képpel, erős karral, künn a mezőn dicsérni szeretnek odahaza, s akinek ide kell jönni, mert élni akar. Kisgyermekek tulipános kancsókat cipelnek, az asszonyok pruszlikjukat gombolják, szoknyájukat emelgetik, keresik a kis zacskókat, amelyekben a pénzüket tartogatják. Készülődik a szomorú karaván, míg a lépcsőkön föl nem érkezik a vizsgálóterembe, mely hatalmas vassodrony kerítéssel van 40-50 közre választva. A sodronyrács között, miután átestek az orvosi vizsgálaton, mint az állatok érnek a bevándorlási tisztviselők asztalához. Hova való? Hány éves? Hová megy? Volt-e büntetve? A tolmács szaporán kérdez, s aki mindenre rendesen meg tud felelni, s pénze van elegendő, az elhagyhatja a nagy termet, s mennek a nagy vasúti terembe. Szép rózsaszínű féltett 20 koronások kerülnek elő, ezt egy pillanat alatt minden levonás nélkül váltják be dollárokra, s mindenkit elvezetnek oda, ahonnan kis hajók elviszik a vasúti állomáshoz, ahonnan útjuk végcéljához juthatnak. Pihenni, megállni, szórakozni nem lehet.1900-ra az indiánokat rezervátumokba zárták. Vasúttal behálózták az országot, feltalálták a repülőt, a telefont, a mozit, és még mi mindent. Amerika ekkorra már gazdagabb volt, mint Anglia, Franciaország
és Németország együttvéve. Bár ők ezt még nem tudták. Magyar vagyok, amerikás foréner. Söröm, viszkém, hordószámra lenthelve. Nem parancsol nékem a bász, de nem áll. Megérkeztem hosszúszárú csizmába, térdig érő hóba, maradt 12 dollárom. Beállítottam a nővéremnél, mondom, itt vagyok. Hát örülök, öcsém, azt mondja, hogy itt vagy. Hát ül le és fog a lenni. Leültetett, mindjárt ettünk, meg azt mondja, van egy kis jó borom is, de mondom, megiszok egy-két pohárba. Nagy úr vagyok, enyém ez a free country. Minden angol úgy tisztel, hogy you have mikor aztán fejbe kolint a májnak, menj be viszi lelkemet a kollekta. Egész New York városában a zsidó fertály gettó után a vele szomszédos magyar fertály, Little Hungary, Hungarian Town, a legszegényebb városrész. Ebben a fertályban a magyarokon kívül sok tót, olasz és orosz zsidó lakik. Az utcák, kivéve a második evenyút, piszkosak, zajosak, és a lakások legnagyobb része zsúfolásig megtelik esténként a szegény sorsú lakókkal. Az Amerikába érkező kivándorló, különösen ha nincs rokona vagy jó barátja, valósággal kénytelen rögtön felkeresni a magyar fertályt, mert ha angolul nem tud, alig képes eligazodni némi útbaigazítás nélkül az óriás világvárosban. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire óvatosnak kell lennie az újonnan jött embernek. Teljesen más és új világba érkezve, semmit sem ismerve, kivétel nélkül mindenkivel szemben bizalmatlannak kell lennie, mert egy-egy barátságos, szolgálatra kész honfitárs néha rútul visszaél a tapasztalatlan magyar bizalmával. Különösen óvakodjék mindenki az úgynevezett kávéházi alakoktól, a semmittevőktől, akik hivatásszerűen űzik a zöldfülűek kihasználását. Igen, tisztelt nagyságos kis Emél úr! Kívánom, hogy ezen soraim jó egészségben találták kis Emél urat. Kérem szépen, és legyen szíves, tudakozza meg, hogy hol van a tudós, mert hallottam, hogy van itt New Yorkba tudós, és hívassa magához, és kérje meg, hogy nem tudne az én bajomon segíteni, mert a feleségem nem akar szeretni, s ha tud segíteni, akkor írja meg rögtön, mert amit kér, annyit fizetek. Úgy csinálja meg, hogy szeressen, ne tudjon nálam nélkül élni, amíg nem lát. De még meg is csinálta, hogy mi rosszul vagyok én, Kőműves György. Ha beszél a tudóssal, kérje meg, hogy nem szükséges-e a feleségem ruhájából vagy egy darab, ha szükséges, írja meg, én küldök, csak úgy csinálja meg, hogy szeressen, hogy nem tudjon nálam nélkül élni. Kis Emil a századfordulón alapította bankházát New Yorkban, és 10 éves fennállása alatt 50 millió korona tisztességes hazautalásával vívta ki az amerikai és kanadai magyarság közmegbecsülését.
10 éve fennáll, kérdezze, és mindenkitől azt hallja, hogy bekötött szemmel bízhatja magát Kis Emil igaz magyar bankházára. Hajó és vasúti jegyet venni, pénzt gyorsan és biztosan küldeni, hozzá menjen. Cím: Kis Emil bankár, 104, Second Avenue, New York. Március 8-án értünk Pittsburghba, és nagy hó volt, és mindjárt megkaptam az első ajándékot Amerikába. Homlokon csaptak egy nagy hógolyóval, benne volt kő, úgyhogy bevágták a homlokomot, véresen mentem az édesapámházára. Na hát! Punkik voltunk. Aztán mindenkit lenéztek, és megdobáltak, mint otthon a kutyát. Korábbi bevándorlók? Lehet, hogy azok meg amerikaiok is, amerikai fiúk. Aha. Csőcselék, biztosan, nye? Ez igaz, velem megtörtént. Hogy mikor volt 2-3 dollárunk, hogy milyen örömmel szaladtunk be Homestead-re, a bankba tettük be 2-3 dollárjával, mert nem jutott több, és aztán azt akartuk, hogy az biztosan megmaradja, mert a készkőzt marad, elküldjük. Az emberi teljesítő képesség kibontakozásának egyedülálló képe tárul azon utazó elé, aki a Pittsburgh és Homestead közötti szakaszon átutazik. A Monongahela folyó mentén több kilométer hosszan hatalmas gyárak terülnek el, számtalan melléképülettel, vasúti sínnel, hidakkal, óriási szén, érsz, nyersvas, öntött vas, sín, acélhenger és acéllemez készletekkel. Ha az ember éjszaka utazik át a tájon, lépten nyomon kohók és beszemerkemencék, tűzcsová és isteregnek. Dante poklából való kép. Ebben a pokolban honfitársaink százezrei dolgoznak. A közvéleménytől lenézetve, a legveszélyesebb munkára alkalmaztatva, a hatalmas korporációk által kihasználva, a sztrájkjogtól erőszakkal megfosztatva, egy olyan jogrendszertől szorongattatva, amely minden kártérítést megtagad a hazában élő özvegyektől és árváktól, kitéve a gyűlölködő rendőrök zsarolásának és hatalmaskodásának. Itt vívják meg Struggle for Life-jukat. Ám tömegével érkeznek, újra meg újra, mert jól megfizetik őket. A napi bérük 1,65 dollár, akkoriban, OIG szakmában akár napi 10 dollárt is elérik. Boarding House, olyan kosztot adtak ott. Ott laktak, 18-an voltak egy kis házban. Koszton mind a 18 ott volt. De ott is feküdtünk hárman, négyen is egy ágyban. Akik elmentek dolgozni reggel, akkor még befeküdtünk az ágyba. Úgy cseréltünk. Ott kaptunk ételt, meg szállást, mosást. Mindent. Egy soványasszony volt szegény, dolgozott az emberekre, mosott meg minden, és csak 5 dollárért havonta. Ó, a szobában volt 3 ágy, abban aludtak 6-an. Másik szobában volt 3 ágy, abban megint aludtak 6-an. Egy másik room volt, abba 2 ágy volt, abban megint aludt 4.
lent is volt egy rum, ott is aludt kettő. Így voltak elrendezve. Hány? Vagy 18-at, meg 22-t. I do know, máma, nem bírnám. Én azon ugye tudok törődni. Prüstök, diner, vacsora. Ugye? Még ki se tudtam nézni a fényes napra, hogy süt az egenyik. Hát hogyne annyi munkát elvégezni. De tiszteletesül. Reggel elmentek már délre enni, hazajöttek, mert éppen ott volt a bánya. Igen. Igen, tisztelt honfitárs úr. Bátor vagyok soraimmal önhöz fordulni. Szándékom, hogy 400 koronát sürgönyileg az óhazába küldeni június hó 10-én, hogy hamarabb menjen a pénz, mert odahaza szükség van rá. Erre felkérem az igen tisztelt honfitárs urat, hogy soraimra választ küldeni, hogy mennyi időre érkezik a pénz haza, mert e hó 17-én és ezáltal megkapatva írok önnek, hogy egy árjegyzéket tessék nekem elküldeni, mert kíváncsiságomhoz tartozik a jó könyvek olvasása, és bármikor szívesen költöm erre a célra időm és tárcám fölöslegét. Azonban, amit különösen kérek, egy, avagy talán két könyv is, a címeit nem tudom ugyan, de kérem önt, hogy megrendelhessem, vagy ha lehet rögtön elküldeni, amit én utánvét mellett készhez kaphatnék. Ugyanis a könyv, amit óhajtanék, oly könyv, amelyből szeretnék okulást nyerni az elektrotechnikából, illetve a villanyosságot értem, amit szeretnék némileg elsajátítani. A legtöbben azért vándoroltak ki, mert otthon nem tudtak eleget keresni. A Woodbridge-i téglagyári munkás legalacsonyabb bére évi 1913 korona, azaz közel 4,4-szer annyi, mint a magyar mezőgazdasági munkás átlagbére. Meglátogattam Juhász Ferencet lakását. Ez egy lakószobából és egy konyhából állt, mindegyik 3 méter hosszú, és ugyanolyan széles és magas. A sparherden kellemes illatú húsleves rotyogott, a család vacsorája. A kép élénken emlékeztetett a Temes vármegyei birtokomon élő béresek lakására. Miként viszonyul tehát a juhászék költségvetése az én béreseiméhez? A legjobban fizetett béresem, aki 25 évi szolgálatért élvez korpótlékot, és 12 gyermek után gyermekpótlékot, évi 250 koronát kap készpénzben, és 520 koronányi természetbeni járandóságot. Juhász 1,35 dolláros napi díjával évente kereken 390 dollárt, azaz 1950 koronát keres. Félretenni egyik sem tud, de juhász naponta eszik húst, naponta iszik tejet, kávét és sört, míg az én embereim kenyéren, szalonnán és hagymán élnek, hébekorba esznek egy csirkét, és minden évben egyszer vágnak disznót, ha azt nem viszi el a pestis, vagy a száj és körönfájás. Ugyanakkor tökéletesen téves azt hinni, hogy a munkás számára drágább a megélhetés, mint Magyarországon. Több a kiadás lakásra és öltözködésre, de a hús, zsír, cukor, liszt és vajára nem csak relatíve, hanem abszolúte is alacsonyabb, mint Magyarországon. Egy szóval, a mi kivándorlónk itt többet keres, és ugyanakkor jobban és olcsóbban él, mint otthon. Ez a kivándorló kérdés veleje.
fizetéskor a sörös hozott egy jó nagy hordó sört, azt meg megcsapoltuk, a székre tettük, akkor ittünk meg harmonikáztunk, meg kinek hegedűje volt, hegedült. Tehát még ugráltunk is, táncoltunk is mellette. Na, a lányokkal nem vettünk eszi. A lányok, akkor nem sok volt, 905-ben keves lány volt. És ha egy lány jött, kérem, négy öt legény került hozzája. Az igen-igen ritkaság volt, ha egy más nemzeti nőt elvette magyar fiú, sok magyar lányt. És azt úgy kellett, mint hazadról hozatni. Szóval importált nép volt. Igen. Az olvasztó tégely, mint jelkép, egy kis színmű címéből származik. Ez a kis melodráma nagyban hozzájárult a hit felélesztéséhez, hogy az amerikai nemzetnek megvan a kellő ereje beolvasztani és öntő formájában újjáalkotni Európa valamennyi nemzetét, és képes belőlük megalkotni az új, felsőbbrendű embert. Én Sopron megye acsalagi születési vagyok, 1888-ban születtem. 18-ban rossz világ volt megint, és akkor eljöttem New Jersey-be. Mint zenekarvezető megfogadta Chromé-ra, azaz mai neve Carteret. Mondtak, hogy voltunk, hogy 28-on, akkor idejében 28 ember már nagy zenekar volt. Játszottunk parádékon, táncokra, bálokon, mindenféle alkalom, még keresztelőkön, lagadalom, mindenféle játszottunk. És temetésen is játszottak, ugye? Természet, és mink hoztuk a divatba. Igen. Tiszta magyar jazzdalokat játszottunk, mindenki sírt. Végső soron a Dél- és Kelet-Európából érkezett, szakképzetlen bevándorlók csak magukra voltak utalva a megélhetés gazdasági gondjaiban, és az ígéret földjén rájuk acsarkodó diszkriminációval szemben nem különben. Könnyen lehet, hogy a bevándorlóknak ez a csoportja tapasztalta a legközvetlenebbül az újonnan érkezettek elleni ellenszenvet és hátrányos megkülönböztetést, ami olykor a nyílt ellenségeskedésig is elfajult. A benszülött amerikai munkások ugyanazt a szakképzetlen munkát végezték. Gyakran egyazon gyárüzemben, és nem egyszer ugyanabban a lakónegyedben is laktak. Mégis e benszülött amerikaiak hevesen tiltakoztak a veszély ellen, amit a hánkik jelentettek. Különösképpen a gazdasági élet kedvezőtlen fordulatai idején. Akkor elmentünk West Virginia-t, bányába.
780 ember halt meg akkor azelőtt való ősszel, és mi tavasszal bementünk ott. Mi volt ott? Fölroppant a bányra. Egy ember senki sem menekült jönnek. Hát már nem volt mit félni, gondoltuk, ha vigyáznak, akkor jól, és ha nem halt, akkor mi is megyünk a többi után. Annyi az volt. A 18. Hát elmentünk bányába, és annyit dolgoztam, hogy amikor ki kellett menni a bányába, alig bírtam az üres bakatat vinni magammal. Az olyan bánya volt, kérem szépen, hogy Jézus bánya volt. Elereztetek, azt hittük, hogy az vége lesz, nem tudtuk lélegzethez jutni. Úgy, hogy a levegő felemelt. Azt megmondtam, amikor leértünk, én megmondtam a többiknek, hogy hát, atyám, fia, én ide többet nem jövök. Én ezt a napot nekik fogom itt dolgozni, de én ide többet be nem jövök ebbe a bányába. A bánya kompányja volt az úr. Igen. Ő volt a törvény, minden, amit ott csináltad, az volt, azt kellett elfogadni. Nekünk kellett menni a sztorba, minden a bányai sztorba kellett menni. Más nem volt, minden a bánya. Olyan pénzt megkapták, vissza is adták. Vissza is adtuk, ezt. Ez a sopikemnek nyelel, sajnos a majneré letel, mert nem tudja, mely órába szakad a kőanya kára. Mert nem tudja, mely órába szakad a kőanya kába. A New Jersey állambeli New Brunswickban az 1900-as évek elején a lakosság nagy része magyar. 5 temploma volt, és minden sarkon egy magyar boltos. A gyárak, amelyek munkát adtak, a Johnson & Johnson, a Mactrack, a zongoragyár és a két szivargyár. My mother was born right here in New Brunswick in 1903. Az anyám itt született New Brunswickban, 1903-ban. Egy nagynénjével visszament, Vas megyében élt 7 évet. Aztán visszajött Amerikába, ide New Brunswickba. Itt született ugyan, de magyar lány maradt. Back to New Brunswick, and although she was born here, she was a Hungarian girl. My mother, when she was about 16 or 17 years old, she started. Amikor 16-17 éves lett, beállt egy magyar színházi társulatba, itt New Brunswickban, a magyar színházba. Tudja, ez a társaság musicaleket meg színdarabokat adott elő egy csomó városban. New Jerseyben, Pennsylvániában, meg New Yorkban. És anyám 16-17 éves korától fogva mindig dolgozott. Jól keresett. És úgy döntött, vesz magának egy autót. And she made money, and she wanted to have her own car. In 1923, 1923-ban, 2 évvel azelőtt, hogy férjhez ment. So
Szóval ő egy igazi modern nő volt. This is a 1923 Buick. Ez egy 1923-as Buick. És ez itt az anyám. 20 éves korában vette ezt a kocsit. És a fényképre ráírta, hogy én és az autó. Me and my car. So she had already spent 4 years. Tehát már legalább 4 éve játszott a színházban. És meg lehet, hogy eközben még a szivargyárban is dolgozott, amikor nem játszott valamelyik társulatban. Mert a szivargyárban ugye napközben dolgoztak, a színházban meg esténként volt előadás. Hétvégén próbáltak. Színdarabokat, meg musicaleket adtak elő. Tehát nagyon valószínű, hogy így volt, mert imádta a színházat. Aki tisztes megélhetést akart, annak hajtania kellett, mint egy gép. Bizony. Azt hiszem, azért maradt a szivargyárban, mert keresni akart. Fáradhatatlan, energikus asszony volt. Very vibrant lady. When she worked in the cigar factory, a szivargyárban, ahol dolgozott, mindenki magyarul, lengyelül meg olaszul beszélt. Ő volt az egyetlen, aki tudott angolul. Ő volt az egyetlen, aki képviselni tudta az alkalmazottakat, amikor a főnököknek valami közlendőjük volt. Mert vele kellett beszélniük. Ő tudott angolul. Ő tudta elmondani a többieknek magyarul, hogy miről van szó. Apámnak volt egy csomó barátja Bethlehemben, akiknek meg New Jerseyben éltek barátaik, és sokszor jöttek New Jerseybe. És apám itt ismerkedett meg az anyámmal, New Brunswickban. Mindegyikük Vas megyéből származott. Apám 1925-ben költözött New Brunswickba. Akkor házasodtak össze. Amikor apám ide költözött és megházasodott, nagyanyám házához hozzáépítették ezt az előső részt. Alul kialakítottak egy boltot, fölötte meg a lakást. És apám így indult el az élelmiszer kereskedésben. Apám minden reggel pontban 7-kor kinyitott. Azt becsültem bennük a legjobban, hogy minden erejükkel azon voltak, hogy becsületesen dolgozzanak. Hát így értek. Ez volt apám kocsija. Mindig Chryslert vett. Az volt a kedvenc autója. Fontos átalakulás megy végbe a bevándorlóban, a környezet változás folytán. Otthon paraszt volt, az évnek csak egy részében dolgozott, akkor azonban hajnaltól napestig, és túl kevés pénze volt, hogy előfizessen egy újságra. Itt városi lakos lesz belőle, és csak akkor túllórázik, ha akar, és nem akkor, amikor az gazdájának úgy tetszik.
A magyar pedig szép üzletek előtt jár, naponta olvassa az újságját, a szalomban megbeszéli barátaival a napi eseményeket, látogatja a kinematográfot. Otthon a templomba járás volt egyetlen üdülése és kikapcsolódása. Itt büszkeséggel tölti el a gondolat, hogy ő maga tartja fenn az egyházat, maga fizeti a papot, hozzájárult a templom építéséhez, maga adományozta a templom egyik festett üvegablakát. De legjobban az egyleti életet élvezi. Elnökké, alelnökké, pénztárossá, jegyzővé választhatják, s akkor kiélheti beszédvágyát. Az egyletek többnyire közhasznú célokat követnek. Vagy az egyház szolgálatában állnak, vagy a nemzeti összetartás emelését szolgálják. A legfontosabbak a betegsegélyző egyletek, melyeknél honfitársunknak az a jogos érzése, hogy saját vagy családja érdekét védik. A magyarok nagy bánatára és aggodalmára az 1914-18-as világháború miatt megszakadt minden kapcsolat az ó és új világ között. Dolgoztam én $2, 20 centér óránként. És 1915-ig, már nős volt, amikor csak $2 kaptam egy napra. Gyerek is volt. Közben meg kitört egy nagy sztrájk. Ott is elvonítottak bennünket. Kiítek bennünket sztrájkra, így lesz, úgy lesz. Na, amikor beszédet hallottuk, azt gondoltuk, hogy az a pénz mind a zsebünkben van. Azt kibolondítottuk, nem csak miért. Az egész gyár. Mert azt utoljára nem mentünk semmire, kín voltunk, vagy 4 hónapig nem dolgoztunk. Muszáj volt vissza, mert már pénz se volt. Megvan, helyi tébe került, nekem még egy $100 nem tudtam spórolni. Hey! A hazatérés gondolatát már az a kilátás is beárnyékolja, hogy a gyerekeknek Magyarországon soha nem lesz olyan jó dolguk, mint Amerikában. Ha végül is fáradtságos évek után a kivándorolt magyar eléri azt az időpontot, amelyben együtt van az az 5-10 ezer korona, amely számára Magyarországon talán lehetővé tenni a gondtalan életet, a gyerekek szembeszegülnek a visszavándorlási szándékkal. Gyakran a gyerekek győznek, és akkor Amerikában vesznek házat, ami rendszerint a családot örökre Amerikához láncolja. Néha a szülők győznek, és a család hazaköltözik. Adósságaikat kifizették, a házat renoválták, a leégett istállót fölépítették, a birtokot néhány holddal megnövelték, életük álma beteljesülhet. De hamar jönnek a kínos meglepetések. Az új földeket áron felülvették. 400 koronát érnek, és nem termik meg a 800 korona kifizetett vételár kamatait sem. A lovakat elviszi a lépfene. A disznót a pest is, a tyúkokat a kolera. Az adó végrehajtó ugyanaz a szigorú úr, aki 12 évvel azelőtt volt. A gyerekek, akik megszokták a városi életet és ruházatot, nem lelik helyüket az új környezetben. Barátunk eladósodik. Az anyagi nehézség által kapcsolatba kerül a telekkönyvi hivatallal és más hatóságokkal. Ott olyan hangnemben beszélnek vele, ami nem tetszik neki. 2 ilyen esztendő, 1 rossz termés, és az adósságai olyan nagyok, hogy megint Amerikába megy. Végül fölismeri,
hogy Amerikában mégis határozottan könnyebben tud boldogulni, és örökre Isten hozzáadott mond a szülőhazának. Engem a fekete listára tettek, mint tettek is. Azért, mert én elnöke voltam a szakszervezetet, mint itt Chicagóban. Voltak ezek a nemzetiségi csoportok. Ideiglenesen jöttek ide, a legtöbb, mint senki sem számított itt letelepedni. Feleségüket otthon hagyták, vagy mi, hogy no, ez csak ideiglenes. Aztán ide szorultak a háború, itt rekesztette, ez aztán baj volt. Angolul nem tudott, csak is magyarul. Schuster, egyszerű Schuster, mint én Szabó. Más volt Borbé, egyik volt zsenitor, mi munkás emberek összejöttünk, de kultúraéhesek voltunk. Mikor a svéd is megtanult angolul, meg a zsidó is, a lengyel zsidó, meg én is tudtunk beszélni egymással, akkor azt mondtuk, hey, hát ez a mi világunk. Ez nem csak magyar világ, ez nem csak zsidó világ, vagy mi, hanem összehoz bennünket valami, és így jöttek a csoportok, sőt, mikor már letelepettünk annyira, hogy már gyermekeink is itt jártak iskolába, és már ők kezdtek tolmácsolni az apáknak, meg anyáknak. Akkor már egy kicsit megszűnt ez a nagyon szűkös világ. Mikor egy Irish leszállt a hajóról, az tudott angolul. Azt már várták, hogy gyere, nekünk tűzoltó kell Buffalóba. Gyere, nekünk tűzoltó kell New Yorkba, vagy Philadelphiába, vagy valahová. Ő tudott angolul beszélni. A magyar, csak azt mondták, magyarok erre rátették egy teher vonatra, és vitték a bányába. ...1921-ben sikerült megszavaztatni a kongresszusban azt a törvényt, amely számszerű nemzeti kvótákat állapított meg az egyes nemzetiségek bevándorlásának engedélyezésére. A bevándorlók összlétszámát évi 350 ezer főre korlátozta. 1927-től kezdve pedig csupán évi 150 ezer ember bevándorlását engedélyezte. A magyarok bevándorlásának jövőjére ezek a törvények hatalmas hatással voltak. Magyarok számára az 1921-es törvény még évi 5747 fő bevándorlását engedélyezte, az 1924-es pedig csupán 473-at évente. A törvény véget vetett annak a hatalmas népvándorlásnak, amelynek az ország leghatalmasabb társadalmi erőforrásait köszönheti. Európa viharüzöttei többé nem jöhettek Amerikába. Ó, nem a pénz csalt minket ide, hanem főképpen az emberi természetben rejlő határtalan kíváncsiság. Hogy én miért jöttem ide, azt valóban magam sem tudom megmondani. Odahaza nem kellett félnem a végrehajtótól, mert némileg magam is szerencsés vagy szerencsétlen valék az adók kivetésénél és behajtásánál direkte közreműködni, nem kellett tehát panaszkodnom, hogy elárverezik a vagyonomat, ami, mellesleg megjegyezve, nem is volt. Hanem a kíváncsiság. Az nem hagyott nyugodni. Látni szerettem volna a felhőkarcolókat,
az óriási gépeket, amikről oly sokat tanultam, és élvezni szerettem volna egy kis szabadságot, függetlenséget, amikről annyit hallottam. Mert hogy szép Magyarországon ez nem volt, azt mindenki tudja. És amit a szülőföld meg nem adott, azt megadta az idegen. Nem kérdezték itt tőlünk, milyen családból származunk, hanem barátsággal, előzékenyen fogadtak, és adtak alkalmat a megélhetésre, ahol nem kell alázatosan könyörögni minden csekélységért, mint otthon, hanem önérzetesen, mint ember emberrel lehet, sőt, kell beszélni. Hiszen jól tudjuk, hogy odahaza mély gyönyörűséggel rónak ránk nagyon sok terhet, kötelezettséget, és nem adnak mellé jogot. Márpedig, ahol nincs jogom, csak kötelességem, onnan elmegyek oda, hol mindkettőt egyenlő arányban osztogatják. New York, Teichner Lajos. Hallottam Amerikáról, de sok szépet beszélni. Elindultam én is oda, szerencsét keresni. De engemet is talált a sors, de a jó elkerült. Világon én vagyok egyedül. De nem akarhatok én senki, magam vagyok oka. Nem kísért ki a falumból senki karomfa. Sem a bíró, sem az csende, sem az világ szeg. Átkos pénz vágy hozott,